A magyar közút munkatársai már szombaton délután megkezdték az utak alásózását, hogy ne fagyjon az aszfaltra a hó, könnyebb legyen a takarítás. Aztán később havas esővel és gyors lehűléssel érkezett meg a front, majd estére már erős szélben szakadt a hó. A katasztrófavédők folyamatosan dolgoztak, segítettek a bajba jutottaknak. Az M3-as autópálya egyik szakaszán például egy kamion csúszott meg, majd keresztbe fordult és a korlátnak csapódott. A mögöttünk hagyott hétvégén a rendkívül márciusi időjárás következtében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 40 esetben riasztották a tűzoltóegységeket műszaki mentésekhez jellemzően, ahol keresztbe fordult kamionok, illetve elakadt autók mentésén dolgoztak. Több településen volt áramkimaradás, de ezt a szolgáltató rövid időn belül helyreállította, itt a transzformátorok nem bírták egyébként a rendkívüli időjárást. A sérülésekről, azoknál az eseteknél, ahol műszaki mentéseknél dolgoztak, 3 esetben sérültek meg a járművezetők. Vasárnap reggelre megszűnt a havazás és a szél is mérséklődött, de a lehullott közel 20 cm hó a sózás ellenére is tartotta magát a mínusz 5 fokban. Így hétfőn Nyíregyházán is nehezebben indult be az élet. Az autókkal nem lehetett gyorsan elindulni, de gyalog sem volt egyszerű a közlekedés. Igazán vége lehetne, mert reméljük. Borzasztó. Nagyon hideg van, és hát alig lehet jutni, ide jutni az iskolába. Oda kell nagyon figyelni, lassan. Mindenki lassan megy, mert ugye csúszik, le van fagyva. A Nyír.vv Nonprofit Kft. Folyamatosan végzi a nyíregyházi utak tisztítását. A hóeltakarításba bevont vállalkozók gépeivel együtt 40 munkagép és 80 ember dolgozik a városban. A főbb tömegközlekedési útvonalak hókásásak, helyenként sónedvesek, ezeken a szakaszokon a latyakot takarítják. A gyűjtő összekötő és mellékutakat hóekézik, illetve az utak minőségétől függően sózzák a felületet, a jeges szakaszokat pedig érdesítik. A belvárosban a járdák már járhatóak, takarítják a gyalogátkelő helyeket és a buszöblöket.